2014. december 31-ig dr. Bánfi Margit volt a jegyző, a jegyző jogviszonyok köztisztviselői kezdeményezésére, végül 2014. december 31-én közös megegyezéssel került megszüntetése. 2015. január 1-től Bálint Hankóczi Beatrix töltötte be a jegyzői feladatot, jegyzői jogviszonyok a köztisztviselői kezdeményezésére, 2019. április 24-i hatálya közös megegyezéssel került megszüntetése. Bálint Hankóczi Beatrix 2016. október 19. napja óta van folyamatosan távol különböző jogcímeken, szabadságát töltötte keresőképtelenségre, a szülési szabadság gyermekhalmozás céljából, igénybe vett fizetés nélküli szabadságon is. Ez idő alatt helyettesítését jegyzőjéről a vezetőkövetve a jegyzőasszony töltötte be. 2016. október 19-től október 15-ig dr. Szabó Sándor jegyzőjéről a vezetőként helyettesítette a jegyzőjünk a kört. 2017. október 6-tól július 31-ig dr. Törőc Valért Rövi jegyzőjéről a vezetőként helyettesítette a jegyzői jogviszont, a jegyzői feladatokat. 2018. augusztus 1-től jelenleg is dr. Kuzsic Bodnár Réta a jegyzőként helyettesíti távolétében, pedig távolétre helyettesítette távolétében Hankóczi Beatrixot, Bálint Hankóczi Beatrixot. A jegyzőasszony kérését követően, a munkajogviszony megszűnését követően kiírtak a jegyzői pályáztatást, amelyre három pályázat érkezett be. Polgármesteri hatáskörben tartozik maga a pályáztatás és illetve maga az eljárásnak a lefolytatása. A pályázati eljárással kapcsolatos adatszolgáltatásról tájékoztatást természetesen adható, ehhez természetesen képviselőtársaim részére információkat tudok elmondani. A képviselők természetesen ebben a három pályázati anyagban betekintést kaphatnak. A pályáztatás lefolytatását követően a mai nappal 2019. június 26-ától szeretnék jegyzői munkakörbe helyezni a jegyző asszony dr. Kuzsic Bodnár Rétát. Illetményét tekintve pedig a jogszabálynak megfelelő besorolás szerinti bérezést állapítom meg és javaslom, bruttó 622.900 forint, és természetesen az éves kafetéria juttatás is hozzátartozik ehhez a juttatáshoz.